Szeretettel köszöntöm az Ajka Televízió stúdiójában Rigg Lajos országgyűlési képviselőt, a Jobbik országgyűlési képviselőjét, bár manapság inkább mondhatnánk azt, hogy az ellenzéki összefogásnak az országgyűlési képviselője lehetne, de még nem az természetesen. Viszont erre készül, erre a szerepre, és ezért mindent megtesz. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm az Ajka TV nézőit. Gondolok itt arra, hogy nem szakad el a hétköznapoktól, tehát emberek között jár nap, mint nap, nem is tudna más tenni, amikor például mentőszolgálatot vállal, és ez szándékos részéről, nem is csak a Covid helyzet miatt gondolom, hanem általában egy ilyen, hát az eredeti szakmához közel álló feladatellátásban vesz részt, és ezzel kapcsolatban mostában milyen tapasztalatokat szerzett, hogy rögtön a közepén kezdjük? Hogyha lehet azt mondani, a helyi helyzet, akkor az hasonló, mint az országos. Tehát, hogyha nézik az Ajka Televízió nézői az országos médiahálózaton keresztül, akár az írott, olvasott, vagy látott sajtót és médiát, akkor azt kell, hogy lássák, hogy a szakemberek elmondása alapján is az ötödik hullám már itt van. Még véget se ért a negyedik hullám, már jött az ötödik hullám, többfajta variáns érkezett. Mindenki tudhatja azt, hogy nagyon sok lakos átesett a harmadik oltáson. Vannak olyan honfitársaink, akik nem éltek az oltási lehetőséget, de meg se betegedtek. Ajkának volt egy nagyon jó kezdeményezése, amihez innen szívből gratulálok. Egy nagy léptű szűrést szerveztek ugye a városba, és ha jól emlékszem, 1,2%-os volt az átfertőzöttség, ami azt kell, hogy mondjam, hogy országos szinten is elég alacsony. Ha már itt tartunk, ugye a kórház is képbe kerül, ahol elég sok vihar zajlott le a december hónapban például, miközben folyt a szűrés az agórán vagy a környékén, a közben a kórházban bezártak, illetve felszabadítottak, bocsánat, ágyakat, bezártak osztályokat, amit aztán január elején visszaállítottak, látván, hogy nincs is akkora baj. Lehet számítani most is ilyen lépés az egészségügyi kormányzat részéről, ha már itt az ötödik hullám? Hát, hogyha erre a válaszra, vagy erre a kérdésre tudnám a választ, akkor én már kormányzati pozícióban lennék. Ugye van egy olyan eljárásrend, hogy ahogy az esetszámok emelkednek, és a kórházakban megnő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak kapacitását ugye fel kell szabadítani, ha jól emlékszem, akkor 20%-át legalább. Ez egy általános rendelkezés, majdnem minden kórházon. De én nagyon sokszor elmondtam, hogy miért olyan osztályokat szüntetünk meg ideiglenesen, főleg egy téli időszakban, aminek a megszüntetése az tragédiába torkolhat. Itt a traumatológia osztályra gondolok, mondjuk a neurológiára. Miért nem olyan osztályokat szüntetünk meg, vagy mondjuk máshonnan közelítem meg, miért nem olyan épületeket újítunk fel és bővítünk, amely a megemelkedett esetszámok tekintetében szerintem egy megoldási lehetőség lenne, és itt gondolok a fertőző osztálynak a funkciójára. Nos, ez már évek óta húzódó probléma, hát nyilván nem vált a senki az, hogy na decemberben elhatározzák, és akkor januárra kész is van, hiszen már több éves gond ez. Hangsúly ezen van. Tehát ezen van. Tehát ez egy több éves dolog. Ha jól emlékszem, még 2018-ban is megígérték a fertőzőnek a felújítását. Ígéretekből már tele van a padlás. Azt is tudom, hogy a tervezési szakon is túl vannak. Ezt már nagyon sokszor megtervezték. Vannak olyan információim, hogy az összeg a rehabilitációjára az is megvolt, tehát a felújításra is megvolt, de ez is eltűnt ez a pénz. Most már nem ígérgetni kell felújítani. Most ezért fordult szerintem a polgármester is egy levélre. Nagyon jó kezdeményezéssel. Mert abban a kezdeményezésben nem csak az van benne, hogy felújítják, hanem még plusz földterületet is ad. Az önkormányzat nem is kis tételbe, és hogyha azt nézzük, hogy Ajka város belvárosában van, ez egy több milliós, tehát körülbelül 50-60 milliós forintú összegű tétel, amit átadna a magyar állam kezelésébe, és a kórház itt tudna bővíteni, tehát a meglévő fertőző osztály épületét felújítani, és ahogy látjuk a fertőzés számokat, ez a fertőzés már itt fog velünk maradni a Covid, fel kell készülni nekünk a későbbi időszakra is, és azt gondolom, hogy ez megoldaná azt a problémát, hogy többször osztályokat ideiglenesen megszüntetni itt Ajkán ne kelljen. Most ez a probléma attól lett igazán kemény, ugye, hogy az állam rátette a kezét az egészségügyre, de nem lenne ez a központosítási mizéria, akkor sokkal könnyebb helyzetben, más helyzetben lenne az Ajka önkormányzat, ha még a saját kezelésében lenne a kórház, de ez már egy
lefutott mérkőzésének. De azért ebből a lépésből is láthatjuk azt, hogy az önkormányzat sajátjának tekinti a kórházat attól függetlenül, hogy az állam elvette, attól függetlenül is a sajátjának tekinti, hogy belelátása nincsen azóta a mindennapokba, beleszólási lehetősége sincsen, viszont nagyon sok olyan javító javaslata van, amelyeket megtett már eddig is az önkormányzat, ezután is meg fog tenni. Én azt gondolom, hogy a későbbiekben, 22-ben nekünk arra kell törekedni, hogy azok az önkormányzatok, akik bírják és akarják és fel tudják vállalni azt, hogy azokat az intézményrendszerüket, amik ezelőtt 10 éve ide tartoztak Ajkához vagy mondjuk Tapolcához, itt gondolok az egészségügyi intézmények vagy oktatási intézményekre, és kérik és szeretnék, hogy visszakapják és ők a finanszírozását ugyanúgy állami szinten meg tudják oldani, akkor igenis kaphassák vissza, hiszen sajátjuknak érzik most is, akkor is sajátjuknak érezték, akkor is voltak adósságai a kórháznak, de ezt az önkormányzat mindig ki tudta tisztázni, nem év végén, hanem év közben is. Apropó kórházak adóssága, itt egy nagyon éles, hogy is mondjam, korlátot szab, például a kórházak működésének a teljesítményvolumen korlát például. Önök ennek eltörlésér is harcolnak, pontosabban beépítették a programjukba, ha jól tudom, és ön ezt képviseli. Nem fenyegette az a veszély, hogy ennek a teljesítményvolumen korlát eltörlésével hirtelen megnőnek az igények, és a pénzkiáramlás szinte határtalan lehet. Onnan kezdeném a válaszadást, hogy a közös ellenzék megalkotta eddig az egészségügyi, a szociális, az oktatási, illetve a gazdasági elképzeléseit a választásokra, sarokpontokat állított össze, hogy milyen elképzelések mentén kívánják megoldani az egészségügyi ellátórendszert, az oktatást, a gazdaságot és egyéb stratégiai ágakat. Az elkövetkezendő időszakban bővebben ki fogják fejteni, hogy ezek a sarokpontok mit rejtenek magukba. Amit ön mondott, ez a teljes volumen korlátnak az eltörlése, ez már régóta várat magára, hiszen a várólistákat, amik most már kivárhatatlan listák, ezt nagyon sokszor elmondtam, azt csak úgy tudjuk megoldani, hogy ezt a teljesítmény volumen korlátot, ami a finanszírozásra vonatkozik, ezt úgy kell érteni, hogy egy adott szakma egy bizonyos időszakba csak X összegből gazdálkodhat, és ami abba a keretbe belefér, azt el tudják látni plusz a sürgőségét, de egyéb más feladatot nem. Ezt teljesen fel kell szabadítani, hiszen akkor tudjuk a várólistákat csökkenteni, akkor tudjuk elérhetőbbé tenni ezeket az ellátási formákat, hogyha a teljesítményvolumen korlátot eltöröljük, ez az egyik lépés. A másik fő lépés az, hogy az elvégzett munkának az értékét a tényleges finanszírozáson finanszírozzák, hiszen most van az úgynevezett HBC pontszám, egy HBC pont, most ha jól emlékszem, 150 ezer forint értékű, de az nem fedezi az ellátásnak a költségét, és ezért van a kórházaknak állandóan adósság állomány, ami felhalmozódik, mondjuk az Ajkai Kórház tekintetében ez egy 1 milliárdos tétel, de így el lehetne. Amit időnként a kormány elegánsan vagy gálánsan kiegyenlít, vagy kifizet, de mindig az adófizetők, és ezt hangsúlyozzuk, hogy ez mindig az adófizetők forintjából megy. Minden egyes ígéret, sőt, úgy mondom, hogy minden egyes be nem tartott ígéret az adófizetőknek a kontójára megy. Egy beruházásnak az értéke akkor jó, ha abból az adófizető állampolgár hasznot tud húzni, úgymond. Egy egészségügyi rendszerbe befektetett magyar forint akkor érvényesül a legjobban, ha a társadalom egészségi állapotán ez meglátszik. Ez általános javulást. Így van. Hoz. Akkor tud legjobban profitálni egy hétköznapi ember, hogyha felhívja az Ajkai Kórházat, személyzeti ellátást szeretne igénybe venni, és őneki azt mondják, hogy egy héten belül ez a szakellátás a rendelkezésére áll. De akkor nem profitál belőle, hogyha öntjük a pénzt az egészségügybe, felhívja a kórházat, és akkor azt mondják, hogy körülbelül fél év múlva meg tudjuk nézni az ön szemét, mi a probléma vele. Ez nem működik, ez fel kell számolni, ezt mindenki tudja, ennek nagyon sok fajta eljárásmódja van, nagyon sok lehetőség, de egy biztos, hogy egységesen az ország egészségügyét nem lehet átalakítani. Ezt mindig meg kell nézni a helyi sajátosságokat, az adott populációnak az egészségi állapotát, meg kell néznünk az infrastruktúráját a kórháznak,
akkor a megyei kórháznak az ellátási területéhez hány város, hány kórház tartozik, az ő megközelíthetősége milyen gyors közúton, hiszen nagyon sokszor nagyon sok politikus mindig a nyugat-európai országokkal, vagy mondjuk Finnországgal példálozik, hogy Finnországban nincs ennyi kórház. Több száz kilométer van kórház és kórház között, mégis... De ez időben nem jelent olyan sokat, mint hát itt igen, csak azt elfelejtik ám mellé tenni, hogy Finnországban sokkal több légimentésben résztvevő helikopter van, tehát ott a közúti mentés az jóval alacsonyabb, mint a légimentés. Itt Magyarországon ugyanezt nem lehet elmondani, és hogyha nem lehet elmondani, akkor ugyanazt meg se lehet csinálni. Viszont egyetlen egy dolgot meg lehet csinálni, hogy a megyei kórház, mivel a legnagyobb ellátási kapacitása rendelkező kórház itt a környezetünkben, az ő megközelíthetőségét az adott városokból, tegyük fel Ajka, Tapolca, Sümeg, Badacsony-Tomaj, ezek a városok között legalább 20 perc alatt meg lehet, minimum 20 perc alatt meg lehessen közelíteni. Hát ez nagyon sok pénz kell, és olyan szempontokat még nem is vettünk figyelembe, ami a magánellátást is beintegrálna ebbe a rendszerbe, tehát hogy a biztosító akkor is fizessen, hogyha nincs kapacitás mondjuk az állami egészségügyben, és magánellátásra szorul valaki, ne csak Grázban, vagy Marbellán, vagy nem tudom valahol, hanem itt helyben is megoldhassa a problémáit, viszont ehhez kell egy kis pénz, és hát vannak olyan rétegek, ismerjük el, akik ezt nem tudják megfizetni, de ne szoruljanak, vagyis ne legyenek segítség nélkül, ugyebár. Ugye ezt már feszegettük talán egy 2-3 adással ezelőtt, hogy vannak olyan megoldási javaslatok is, vagy lehetőségek, hogy a magánegészségügyi ellátórendszert, mondjuk itt a Covid alatt is bevonták, be lehetne vonni ezt a hétköznapi életben is, hogyha az állami egészségügyi rendszer kapacitása véges, és sőt már be is telt, már háromszor betelt, akkor a magánegészségügyi ellátórendszert oly szinten be lehetne vonni, hogy az a magánszemély által befizetett társadalombiztosítási járulékot kifizetni az állam, és egy minimális részt kellene csak a magánszemélynek. Tehát, hogyha elmegy egy komputertomográfos kezelésre, most körülbelül 25-30 ezer forintot kell neki fizetnie, hogy soron kívül őt megcsinálják róla ezt a képpel diagnosztikai eljárást. Így ebben a formában ez az összeg már csak pár ezer forint lenne, nem kellene több hónapot várni az állami egészségügyi ellátórendszerbe, és mégis hogy egy héten belül diagnózis lenne. És hát még az egészségügyi állapota sem romlana hónapokig, tehát ez van. Biztos, hogy többféle megtakarítást is. Ez mindig megjelenik a hasznokba. Igen. Még az egészségügyen is még helyben maradva, ön ugye mentőként szolgál általában, vagy többnyire szabad idejében. Itt Ajkán milyen tapasztalatai vannak a mentőállomással? Mert látom a programjában, hogy itt alapos felújítás lenne szükség, vagy pedig egy új mentőállomás kialakítására. Elérkeztünk egy újabb ígéreti szintre. Én ezt már 2014-ben, 2018-ban is ígéreti szinten hallottam, hogy az Ajka vagy új mentőállomás építésében gondolkodnak, vagy a meglévő mentőállomásnak az energetikai beruházása, felújítása. Most valósulhatna meg. Ez se helyi önkormányzat szándékán múlik fel. Nem, ugye ez állami beruházás, hiszen az összes mentőállomás az állami kezelésben van, az országos mentőszolgálat tulajdonában. Az önkormányzatnak egyetlen egy olyan lehetősége van, hogyha az országos mentőszolgálat vagy az állam úgy látja, hogy ezt a mentőállomást nem érdemes felújítani, mert többe kerülne a felújítás költsége, mint egy új építése, akkor az önkormányzatnak van olyan lehetősége, hogy ingyenesen egy területet biztosítana az állam részére. Tehát mint úgy, adott, szándékában áll a kórházban. Így van, ugyanez ezt meglépheti, csak ahhoz az kell, hogy ez az ígéret, ez a megvalósítás szintjéig eljusson. Én azon leszek, hiszen az országot járva, akár mentősként, akár magánemberként, nagyon sok olyan országos mentőszolgálat kezelésébe alatt álló régi mentőállomáson voltam, ami nem hogy mentőállomásnak nem megfelelő, hanem még lakásnak vagy háznak sem. Ugye ez nem az országos mentőszolgálatnak a hibája, hiszen ők megkaptak egy rossz infrastruktúrális ingatlan részt, és abból próbálnak valami maximumot kihozni. Az ő költségvetésük véges, ők is csak az állami gazdaságból, tehát az állami rendszerből kivett pénzből tudnak gazdálkodni, és egy nagyobb szeretet lehetne adni nekik, hogy azok a mentőállomások, amik régiek, vagy újakat építeni helyébe, vagy az infrastruktúrális beruházást akkor elősegíteni és felújítani ezeket az ingatlanokat. Nos, sok mindenről tudnám még kérdezni, de befejezésű hadd kérdezzem a
házi betegápolásról, aminek, amivel kapcsolatban hallottunk jó híreket mostanában. Tehát Ajkán például hogyan tudnánk segíteni ezt a rendszert, mert hiszen arról van szó, hiszen akik otthon ápolják magatehetetlen krónikus beteg hozzátartozójukat, igenis segítségre szorulnak, és mi az, ami most megjelent a horizonton? Ugye azt hozzá kell tenni, hogy Ajka szociális ellátása az nagyon jó színvonalú. Ehhez plusz szeretnénk hozzáadni, ami már Tapolcán a városon belül az nagyon bevált. Itt gondolok arra, hogy Svájcból, illetve Németországból hoztunk ágyakat, gyógyászati segédeszközöket. Köztük mondjuk hoztunk ugye Ajka idősek otthonába is hasonló minőségű ágyakat, felszereléseket, de ez intézményrendszeren belül volt. És láttuk azt Tapolcán, hogy nagyon nagy igény van most már arra, hogyha egy hozzátartozó, az ő idős beteg hozzátartozóját, édesanyját, nagyszüleit otthon szeretné ápolni, viszont a megfelelő gondozás, megfelelő minőségű gondozáshoz és ápoláshoz olyan felszerelések szükségesek, mint például egy betegágy, lehet az elektromos vagy manuálisan állítható, de ez a piacon beszerezve, hogyha bérleti díjat fizet, akkor is egyszeri 60 ezer plusz 20-25 ezer forint a havi bérleti díja, ez azért egy családnak igen megterhelő. És Tapolcváros önkormányzat kezelésében van most, ha jól emlékszem, még 15 darab ágy, ami így bérbe kiad, ingyenes bérbeadásról beszélek, ki lehet adni hozzátartozók gondozására. Ugyanezt szeretnénk itt Ajkán is, a polgármester úrral ezzel már egyeztettem is, és teljesen készségesek és vevők erre, hiszen azt be kell látnunk, hogy a jelenlegi bentfekvő ellátó rendszer nem képes kezelni minden egyes fekvő betegnek az ellátását, tehát nagyon sok hozzátartozó az otthonába fogja ápolni, és az otthonápolás minősége az mindig a felszerelések minőségében mutatkozik meg, tehát hogyha van egy jó minőségű betegágy, azon sokkal könnyebb gondozni az idős beteget. Ha van egy jó minőségű betegágy, akkor sokkal jobb a nem csak a beteg gondozása, hanem a betegnek a komfort gyógyulási komfort így van, és a gyógyulási lehetősége is. Úgyhogy a közeljövőben szerintem egy 20-25 ágyal szeretnénk itt támogatni a Ajka város önkormányzatát, hogy a rászorulóknak ki tudják adni ezeket a felszereléseket. Most mivel járulhat a program lebonyolítása, az hozzá Ajka városa? Hát egy tárolókapacitás kell ő neki biztosítani. Például. Ennyi, de hát ezt is lebeszéltük, keresnek egy olyan ingatlan egységet, ahol majd ezeket az ágyakat tárolják, ahonnan majd az Ajka város önkormányzatának a dolgozói kiszállítják a helyszínre, megmutatják, hogyan működnek ezek az ágyak, de hogyha esetleg valami hiba csúszik a szerkezetbe, akkor az én számom elérhető, itt vagyok a környékben, hiszen heti szinten felhívnak, így van, felhívnak, és akkor elmegyek, megmutatom, hogy hogyan működnek ezek az ágyak, melyek azok a praktikus fogások, ami a betegellátáshoz hozzátartozik, és szerintem ez jó lesz mindenkinek. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba. Megtisztelő volt.